Szent Jakab Klub. Hát, nem tudom, hogy mi lehet konyhamanóval. Mindegy, várok még egy kicsit. Hát felhívom. Menj jól vagyunk. Menj jól. Szóval van. Vigyél nekem, menem. Kézmosás. Jól nézek ki. Sakálom szép. Tozsombos. Oké. Oké. Főcím. Már kacsate. Főzni de jó. Figyelj most rád, segít a konyha manó. Sziasztok, gyerekek! Ez itt a Konyhamanó, a rólam elnevezett ételkészítő show gyerekeknek is. Első jó tanács, soha ne késsetek el sehonnan, keljetek fel időbe, oké? Ezt csak úgy mondom. Na, mivel, hogy most egy kicsit el vagyunk késve, ezért most félretesszük a eredeti terveket, és bemutatok nektek egy nagyon gyors süteményt. Ezt elkészítettitek akkor, amikor hirtelen észreveszitek, hogy már megettétek az ebédet, de nincsen semmilyen édesség. Vagy hirtelen vendégek jönnek hozzátok, jó, gyorsan valami sütemény kéne. A neve Mikrós Mákos Bögre Süti. Hogy mondom a hozzávalókat, már készítsük is el a süteményt. Először is kell egy nagyobb bögre. Úgy, és kell 2 kanál olaj, szépen a bögre fölött, hogyha kicsorog, akkor a bögrébe csorogjon, 2 kanál tej, 1 tojás, 3 kanál liszt, 3 evőkanál mák, 3 kanál cukor, 1/2 kanál sütőpor, 1/2 kanál fahéj. És ezt most gyorsan keverjétek össze, úgy az egészet összegyurmázni, összekeverni, de ezt most ne kézzel. Nincs is más hátra, mint hogy 3 percre berakjuk a mikróba. Csak 3 perc, értitek? Nagyon jó. Addig ezt ismeritek? Kiskutya, 2 kis cica, 3 kis egér, 4 nagy tehén, 5 paripa, 6 darika, 7 kis kakas, 8 kecskebab, 9 kacsapír, malacka, számoljuk meg gyorsan újra. 1 kis kutya, 2 kis cica, 3 kis egér, 4 nagy tehén, 5 paripa, 6 darika, 7 kis kakas, 8 kecskebab, 9 kacsapír, malacka, számoljuk meg gyorsan újra. Számolj 10-ig újra meg újra, a 2 kezeden pont ennyi az ujjad, ha nem tud. És már le is telt a 3 perc. Tálaláshoz kiöntjük a pohárból a kuktánk apa, anya, nagyi vagy stb. Felszeleteli, és már is kész. Nagyon finom, ehetjük csokikrémmel vagy lekvárral, kenjük rá egy kis kanállal, ne éles késsel, és a legfinomabb hozzá, egy bögre tej. De úgy igyátok, hogy legyen tejbajszotok. Na, jól van. Sziasztok. Kírjuk a hozzávalókat, és mehet a vége főcím. Hú. Főzni de jó. Figyelj most rám, segít a konyha manó. Yeah.
Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára. Én is pont ezt akartam mondani.